A magnézium akadályozhatja a multivitaminban található ásványi anyagok felszívódását. A kalcium és magnézium segítenek a csontritkulás megelőzésében, de érdemes őket 2 óra különbséggel bevenni, mint általában az egyszerre bekerülő ásványi anyagok, ezek is versengenek a felszívódásért, így együtt kevesebb jut belőlük a szervezetbe. Mint külön, tudományos vizsgálatok szerint a K-vitamin felszívódása csökken más zsírban oldódó vitaminok jelenlétében. Káros hatása nincs, egyszerűen csak nem hatékony egyszerre bevenni őket, ezért érdemes 2 órát hagyni bevitelük között. A halolajban található omega-3 zsírsava szívnek jó, a ginkgo biloba az agynak, azonban mindkettő vérhigító tulajdonságú, egyszerre bevéve komolyan hátráltathatják a véralvadást, az előző kombinációhoz hasonlóan túlzottan visszavetheti a véralvadást, ami akár belső vérzést is okozhat. A fokhagymán kívül vérhigító hatású a gyömbér és az E-vitamin is, a K-vitamin akadályozza a vérhigítók hatását. A K-vitaminban gazdag élelmiszerek, mint a kel, saláta, brokkoli és csicseriborsó ugyanilyen hatással vannak, ahogyan az immunerősítőként echinacea is. Ezeket érdemes komolyan venni, mert növelhetik az agyvérzés esélyét, a részhiány tünetei a fáradtság, gyengeség, törékeny csontok, fázósság és fokozott hajlamzúzódásokra. A cink segít az immunrendszer erősítésében, azonban csökkenti a részfelszívódását, a zöld tea ugyan nem kiegészítő, hanem egy antioxidánsokban gazdag ital, a vassal azonban ütik egymást. A zöld tea hosszú távú túlzott fogyasztása vashiányt okozhat. A vas ugyanakkor negligálja a zöld tea jótékony hatását, a vasbevitelt támogató kiegészítők negatívan hathatnak az antibiotikumok, különösen a tetraciklinek közé tartozó antibiotikumok hatásosságára, egyidejű bevételük ezért kerülendő, kutatási eredmények szerint az aszkorbinsav lebontja a B12 vitamint az emésztőrendszerben, ezért érdemes 2 órás különbséggel alkalmazni ezeket. Felmerülhet a kérdés, hogy ha a tápanyagok ilyen komolyan befolyásolják egymás felszívódását, hogyan kaphatók egyáltalán multivitaminok? A magnézium például javítja a D-vitamin szintet, de az A-vitamin csökkenti a D-vitamin felvételt. A multivitaminok formuláját úgy állítják össze, hogy minimalizálják a kölcsönhatásokat, a csomagolást megvizsgálva ezért láthatjuk, hogy bizonyos vitaminokból a napi ajánlott bevitel nagyobb százalékát tartalmazzák, míg másból kevesebbet.